Kedves nézőink, színes diplomák ünnepélyes átadására kerül sor szerdán a Szabadidő Központban. Kérem, tekintsék meg erről készült összeállításunkat. Hagyomány már városunkban, hogy minden évben köszöntjük azokat az emlékdiplomára jogosult pedagógusokat, akik életük során az óvodákban, az általános iskolákban és a középiskolákban odaadóan végezték a munkájukat. Szép emlékezés ez az ünnep, és önökben biztosan, döntően szép időszakot ölel föl az elmúlt 60, illetve 50 év után. Egy biztos, helyt kellett állni minden körülmények között. Régen volt 1955, de 1965 is, amikor önök diplomát szereztek, és elkezdték azt a hivatást, amire felesküdtek. 60 és az 50 év megszépíti az emlékeket, és benne a nehézségeket is. Inkább csak a jóra emlékszik az ember, és én remélem, hogy a jóból most nem csak az idő múlásával, hanem a valóságban is több volt pályájukon, és a megoldatlan feladatokból jutott a kevesebb. Most itt az önök pedagógus munkája, élettapasztalata, a város iskoláiban hosszú ideig végzett szolgálata előtt tisztelünk. Biztosak vagyunk abban, hogy sok gyereket megtanítottak arra, hogy hogyan kell tanulni, felkeltették a tudás iránti érdeklődésüket. Megtanították őket a jól végzett munka örömére, és megtanították velük szeretni azt, amit csinálnak. Segítettek megtalálni azt is, amit szeretni és érdemes is csinálni. Kedves emlékdiplomás pedagógusok, megköszönöm önöknek a város oktatási és nevelési intézményeiben végzett több évtizedes munkájukat. Kívánok önöknek még hosszú boldog életet és jó egészséget, és azt kívánom, hogy találkozzunk a Vas és a Rubin diploma átadásakor is. Az ünnepségen hatan vehettek át gyémántoklevelet pedagógus szakképesítésük megszerzésének 60. évfordulója alkalmából. Név szerint Gál Zsigmondné gimnáziumi tanár, dr. Unger Endréné középiskolai tanár, Gantner Mihályné okleveles tanítónő, Vég Árpádné okleveles óvónő, Varga Zoltánné okleveles tanítónő, valamint Vince Edit általános iskolai tanár. Ötvenedik évforduló alkalmából három pedagógust köszöntöttek aranydiplomával. Horváth Lajosné okleveles tanítónőt, Szabó Jenőnét, aki szintén okleveles tanítónő, valamint Legát Mihályné általános iskolai tanárt.